Tisztelt tulajdonos úr, polgármester úr, képviselő úr, igazgató úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen a meghívást, örömmel tettem eleget. Ugye Pécsen az elmúlt években elég sűrűn jártam, hál' Istennek, hasonló rendezvények kapcsán, és hát ugye most éppen tegnap kezdtük az országjárást, idézőjelben mondom, a munkahelyteremtő pályázatokkal kapcsolatosan, és hát ugye arról a örömteli hírről tudok önöknek beszámolni, hogy a rendszerváltás óta egyetlen pályázaton keresztül sem sikerült még ennyi embert munkahelyteremtés kapcsán megszólítanunk, hiszen 2010-ben 2 milliárd forint állt rendelkezésre munkahelyteremtő pályázatokra, 2011-ben ezt az összeget dupláztuk, 5 milliárd forintra, kicsit több, mint dupláztuk, ugye 2012-ben újra dupláztuk 10 milliárd forinttal, az idei évben is 10 milliárd forintot különítettünk el, és hát arról tudok önöknek beszámolni, hogy közel 22 milliárd forint igény érkezett be a 10 milliárddal szemben, és nagyon sok jó pályázat volt, és nagyon sok jó pályázatot kellett volna hát a tartaléklista után azt mondani, hogy sajnos nem nyert, de hál' Istennek sikerült még 3 milliárd forintot mögé varázsolnunk a költségvetésből, úgyhogy összesen 13 milliárd forint értékben sikerült munkahelyteremtő pályázatokat támogatnunk. Ez a plusz 3 milliárd forintnak a nyertes listája az éppen tegnaptól érhető el a kormányzat honlapján. Úgyhogy azt mondhatom bátran, hogy ez az év a legsikeresebb ebből a szempontból. És azért is nagyon fontos, mert valamilyen szinten a pályázat sikeressége az a gazdaság fokmérője is. Hiszen olyan pályázati feltételekről van szó, ugye kis- és középvállalkozások pályázhattak, a meglévő statisztikai állományi létszámukat kell növelni, gépet, berendezést lehet vásárolni, és a gépet 3 évig, a megnövelt létszámot pedig 2 évig tartani. Szóval azért ezt át kell gondolni annak, aki meg szeretne felelni a pályázati feltételeknek, és komolyan gondolja a foglalkoztatást. És hát ugye arról tudok beszámolni az elmúlt évek tapasztalati alapján is, hogy 99%-ban, döntő többségében azok a pályázók, akik korábban nyertek, azok tartják a létszámot, nem csak addig, ameddig egyébként a kötelezettség tart, hanem jóval tovább is, úgyhogy nagyon jó helyre mennek ezek a források. Ugye összesen országosan mintegy 6500 új munkahely létesítését segíti ez a forrás elő, a 13 milliárd forint, és közel 13000 munkahely megőrzéséhez is hozzájárul. Baranya megye jól teljesített. Ha most rangsorolnám a megyéket, akkor azt tudom mondani, hogy a negyedik legnagyobb pályázat ide érkezett Borsod, Szabolcs, Heves után, és ennek nagyon örülök, mert ugye itt a megyében is nagyon, nagyon el kell a foglalkoztatás bővülés, ugye a központi Pécs környékén is, és más térségekben, területen is, úgyhogy ez több mint 800 millió forint érkezik ide erre a területre, és ha jól emlékszem, több mint 600 új munkahely létesül ezáltal. Ugye ahol most vagyunk, több szempontból is fontos üzenet, hiszen mit szeretnénk? Elsősorban a kis-középvállalkozói szektort erősíteni. Termelőberuházásokhoz szeretnénk elsődlegesen a forrásokat biztosítani, hiszen ugye a magyarországi foglalkoztatási adatok eléggé elkeserítőek, ugye 20-23 évet tekintve, olyan 3 millió 7 és 4 millió között mozog a foglalkoztatotti létszám. Ennél már csak egy rosszabb adat van, ha azt mondom, hogy ezen belül a termelőszférában nagyjából olyan 1,5 millióan dolgoznak. Tehát ha nagyon kisarkítom a mondatom, akkor azt tudom mondani, hogy 1,5 millió ember termeléséből tartunk el 10 millió embert. Ez nagyon rossz ez az arány. Itt kell erősítenünk, és minden olyan beruházásnak, amely ebben a szegmensben segít, nagyon örülünk. Ugye az autógyártás, az autóipar az elmúlt időszakban húzó ágazatnak minősül Magyarországon, és hát ugye a mai beruházás is arról szól, hogy ebbe a húzó ágazatba kapcsolódik be KKV szektor szinten egy olyan cég, aki már az elmúlt időszakban is letette a névjegyét ezen a területen, és most egy olyan gépet, eszközberendezést szeretne vásárolni,
kapcsolni, amely újabb munkahelyeket létesít. Ugye 14 új munkahely jön létre a mai beruházás által, és ugye itt a meglévő 34 fős létszámhoz 14. Ez egy jelentős ugrás a cég életében is, úgy gondolom, és hát bízom benne, sőt egész biztos vagyok benne, hogy mint ahogy a korábbi években sikeresek voltak, ez a pályázat kapcsán is ezt a fajta sikerességüket csak erősíteni fogják az elkövetkezendő időszakban. Úgyhogy gratulálok a cégnek a sikeres pályázathoz, és sok sikert, jó munkát kívánok majd mindazoknak, akik már itt dolgoznak, és azoknak az új kollégáknak is, akik ennek a pályázatnak a révén jutnak majd munkalehetőséghez. Köszönöm szépen!